10 tonna, ennyi búzát adományoztak tavaly a Magyarok Kenyere program során a Tolna megyei gazdák. A jótékonysági kezdeményezés 11 éve indult, és azóta minden évben egyre több gabonát ajánlanak fel, ami nem csak a hazai, hanem a határon túli közösségeknek is köszönhető. Az akciót idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ közösen szervezi és bonyolítja le. Ugye ez a program egy karitatív program, és azt jelképezi, hogy a magyar gazdatársadalom milyen szolidáris és mennyire összetartó karitatív kezdeményezések kapcsán. És ugye ez a teljes Kárpát-medencét lefedi, nem csak a határon belüli gazdálkodók adományoznak búzát, hanem a határon túli gazdálkodók is. Az első időszakban rendkívüli módon duplázódtak szinte az adományozott mennyiségek. Most viszont az a tapasztalatunk, hogy a mennyiségek lehet, hogy nem olyan mértékben növekednek, legalábbis itt mi Tolna megyében ezt tapasztaljuk, viszont az adományozóknak a létszáma az egyre inkább bővül és egyre inkább nagyobb. Tolna megyében tehát ezúttal is több gyűjtőponton lehet leadni a búzát. Tolna megyében augusztus 20-áig zajlik még az adománygyűjtés. 4 búzagyűjtő pontunk van, Tamásiban, Dalmandon, Őcsényben és Bölcskén. Falugazdász kollégáink segítenek azoknak a gazdálkodóknak, akik szeretnének adományozni ennek a programnak a keretén belül, úgyhogy a falugazdászoktól lehet akár adományhoz kapcsolódó zsákot is igényelni, és az adminisztrációt is segítenek elvégezni. De a búzagyűjtő pontokat is keresheti minden gazdálkodó. De nem csak a gazdáknak szól ez az akció, hiszen bárki adományozhat akár termény, akár pénz formájában is. Az összegyűjtött gabonából készült kenyeret és lisztet olyan hazai és határon túli szervezetek között osztják szét, amelyek rászorulókat segítenek. Gazdatársadalomban nagyon ismert és nagyon közkedvelt ez a program, viszont szeretnénk, hogy a társadalom szélesebb rétegei is élhessenek az adományozás örömteli érzésével, ezért a Magyarok Kenyere Alapítvány pénzadományokat is fogad, és a bankszámla számát az alapítványnak a honlapon lehet tulajdonképpen megtalálni. Bárki adományozhat, búzát ugye értelemszerűen az adományoz, aki megtermeli, tehát mezőgazdasági termelő, viszont pénzadományt bárki adományozhat, és erre a jótékonysági célra a Magyarok Kenyere Alapítvány részére. Tolna megyében eddig idén már több mint 3 tonna gabonát ajánlottak fel. Augusztus 20-a az kapcsolódik a kenyérhez, a búzához, és minden megyében, valamint Pécsen az országos rendezvény keretén belül is ez a záró rendezvénye tulajdonképpen mindenhol a programnak. Az augusztus 20-ai rendezvény, ez egy ünnepélyes keretek között a gyűjtésnek az utolsó mozzanata, befejezése. A Magyarok Kenyere program egyik Tolna megyei nagykövetének Zsikó Zoltánt választották. Ebben a rohanó és egyre értéktelenedőbb világunkban azt gondolom, hogy ez egy olyan hívó hang a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, amely arra sarkal minket, hogy figyeljünk egy embertársainkra, fogjunk össze közös célok érdekébe, valamint az, hogy felelősek vagyunk egymásért, és minden magyarért felelős. És azt gondolom, hogy ez a 15 millió búzaszem, ahogy liszté válik, és ahogy ezeket a liszteket az ország és a diaszpóra különböző területeiről összeöntik, jól fogja szimbolizálni a mi nemzeti egységünket, a nemzeti összetartozást, és az, hogy milyen nagy és milyen büszke nemzet a magyar. Én mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy támogassa ezt a tevékenységet, támogassa ezt a karitatív tevékenységet, hiszen jó célok megvalósítására kerül felhasználásra mind a felajánlott összeg, mind pedig a felajánlott, egyébként a termény töredékéből felajánlott búza. A nagykövet feladata a program terjesztése és a plusz támogatók, adományozók szerzése. Az idei évtől nem csak terményadományokat fogadunk, hanem pénzadományokat is fogadunk, amelyekből különböző karitatív tevékenységeknek a
a felajánlását fogják majd szponzorálni, és különböző ilyen tevékenységeknek a finanszírozására fognak menni majd ezek a felajánlások. Én biztosan arra fogok biztatni mindenkit, és a mi koncertünk keretein belül is helyet fog majd kapni a Magyarok Kenyere program, és arra fogunk biztatni mindenkit, hogy kövesse ezt az összefogást, ezt a kiváló összefogást, mindenki kövesse figyelemmel, és ha lehetőségük van, akkor pedig adott esetben adományozzanak. A felajánlásokat augusztus 20-áig tehetik meg a segíteni vágyók.